Osz szeretetet bárhová mész, legfőképpen a saját házadban. Ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Jóság ragyogjon szemeidben, a mosolyodban, meleg üdvözlő szavaidban. Kalkuttai Teréz anya üdvözlő gondolataival köszöntöm tisztelt vendégeinket, a kedves szülőket, a Györf István Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepségén. Sok szeretettel köszöntöm a nevelőtestület tagjait, intézményünk dolgozóit, és legfőképpen benneteket, kedves gyerekek. Tanévzáró ünnepségünket megkezdjük. Kérem, énekeljük el a himnuszt. Közreműködnek Bukszár Éva és Kisné Csombordi Szilvia tanárnők. Hallgassuk meg Mentovics Éva versét Ábrahám Lea Borka első A-osztályos tanulónk előadásában. Felkészítő Szabó Edit tanítónő. Mentovics Éva, vakáció. Hol csellengtél te kis kópé? Késtél, oly rég vártalak. Jól esik már elnyújtózni itt, a lombos fák alatt. Nem kell tankönyv, írka, táska, pihen most a csengetés. Rengeteg a tennivalóm, felsoroljam, nem kevés. Holnaptól már nem kezdődnek oly korán a reggelek. Ha kirúg az ágy magából, komótosan felkelek. Vár a bicaj, tollas labda, képregény a könyvtárban, cseresznye és véndiófa csalogat, hogy megmásszam. Zöld pázsiton hempergőzöm, pillangókat kergetek, kifürkészek a környéken minden árnyas rejteket. Majd a strandon, kipirultan, sikoltozva dalolva, vízi csúszdák ördögeként csusszanok a habokba. Jó, hogy itt vagy, vakáció, nézd, mindenki ünnepel, hisz tudjuk, hogy velük nyaralsz, szeptemberig itt leszel. Tisztelettel felkérem intézményünk vezetőjét, Kovács Miklósné igazgatónőt vendégeink köszöntésére és tanévértékelő beszédének megtartására. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a szülőket, kollégákat és titeket, kedves tanulók, a Györf István Katolikus Általános Iskola első tanévzáró ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm Dobos László polgármester urat, aki nagy örömünkre megtiszteli ünnepségünket. Szeretettel köszöntöm Pánti Ildikó önkormányzati képviselőnőt, iskolánk nyugdíjas igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm Molnár Pál önkormányzati képviselő urat, az iskolaszék elnökét. Köszöntöm Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő urat. Köszöntöm Szabóni Fábián Évát, a szülői munkaközösség elnökasszonyát.
Szeretettel köszöntöm Gulyás Zsolt plébános urat, érseki tanácsost, iskolánk lelkivezetőjét. És szeretettel köszöntöm az egyházközség jelenlévő tagjait. Megérkezett a várva várt vakáció. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában véget ért az első tanév, az iskola csengője is elhallgatott egy időre. A múlt heti ballagáson 53 nyolcadikos vett búcsút az iskolától, társaitól, tanáraitól, osztályfőnökeitől, és helyezte el emlékszalagját a kopjafákon és itt a templomban az emléktáblánál. Ezek azt jelzik, hogy mindig szeretettel várunk vissza benneteket. Köszönet osztályfőnökeiteknek, Kun Lászlónak, Kisné Csombordi Szilviának és Szabó Andreának. Emlékezzünk Fazekas Mária osztályfőnökre, aki már nincs közöttünk. Kedves nyolcadikosok! A ballagási ünnepségen 15-en vettetek át iskoláért emlékplakettet. Örülünk, hogy mindannyian tovább folytatjátok tanulmányaitokat szeptembertől. 27 tanuló gimnáziumban, 12-en középiskolában és 14-en szakiskolában. Karcagon 39-en és vidéken 14-en tanultok majd. Sok sikert kívánunk nektek! Köszönjük szüleiteknek a 8 éven át kitartó támogatását! Kedves vendégeink, kollégák és tanulók! Vessünk számot, mit értünk el a 2015-16-os tanévben. Forgassuk vissza az időkerekét. 2015. augusztus 31-ét írtunk, amikor az ünnepélyes Veniszántén dr. Ternyák Csaba egri érsek úr megáldotta az egri főegyházmegye fenntartásába kerülő Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulóit és dolgozóit. Milyen változást hozott ez az életünkben? Szeptembertől aktív hitélet kezdődött iskolánkban. Megtanultunk imádkozni, feszületek kerültek a tantermek és a közösségi termek falára. Minden hét áhítattal kezdődött, ahol tanulóink szép számban szerepeltek. Részt vettünk a 4 kötelező szentmisén, húsvét előtt lelki napot tartottunk. Apák napját és anyák napján köszöntöttük szeretteinket. Ott voltunk az ünnepélyes tanévzárón, Egerben. Megköszönöm a karcagi római katolikus egyházközségnek és a hitoktatóknak a sok szeretetet, kedvességet, segítséget és az értünk mondott imákat. Köszönjük az egri főegyházmegyének és az egyházmegyei katolikus iskolai főnhatóságnak segítő irányító tevékenységét. Komoly munkát végeztünk. Terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk sikereinknek. Így érkezett el a múlt vasárnap, amikor a Te Deumon vettünk részt, itt, az Isten házában, magunk mögött tudva a tanévet. A 2015-16-os tanévben 16 osztályban 406 tanuló fejezte be tanulmányait. 56 első osztályos tanuló, azaz mindenki, megtanult írni, olvasni, számolni. Jövőre mindnyájan a második évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. Köszönet ezért első osztályos tanítóiknak, Editke néninek, Krisztián bácsinak, Pötyike néninek és Böbe néninek. És nem feledkezünk meg természetesen szüleikről sem. Tanulmányi eredményeinkről a 2016-os tanév végén. Tájékoztatom a tanulókat és szüleiket, hogy ettől a tanévtől pedagógiai programunk módosítása miatt a bizonyítványokba kitűnő bejegyzés került annak a tantárgynak az értékeléséhez, amelyből a tanuló dicséretet kapott. Hamarosan színjeles bizonyítványt vehet át 100 tanulónk. Az alsóból 64-en, a felsőből 36-an. Jeles tanulóinknak a száma, ez azt jelenti, akinek 1-2-4-es kerül a bizonyítványába, 31 tanuló. Az alsóban 20, a felső tagozatban 11. Az iskolának a tanulmányi átlaga 4,3, az alsó tagozatban 4,5, a felső tagozatban 4,1. A szorgalom átlag 4,1, az alsó tagozatban 4,4, a felső tagozatban 3,9. Magatartási átlagunk 4,4, alsó tagozatban 4,5, a felső tagozatban 4,3.
Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példás magatartásáért és szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült tanév végén 31 tanulónk. Tanulóink tanév közben 786 darab igazgatói dicséretet, 259 darab osztályfőnöki dicséretet és 140 darab szaktanári dicséretet kaptak. A dicséreteket szorgalmas tanulmányi munkáért, szereplésekért és versenyeredményekért kapták tanulóink. A 2015-16-os tanévben nagyon sok versenyen vettünk részt, és szép eredmények születtek. Sajnos nincs lehetőségem rá, hogy mindenki versenyeredményét felsoroljam, de elkészült egy összesítés, mely az iskola honlapján megtekinthető lesz, és ott mindenki megtalálja az eredményét. Legkiemelkedőbb versenyeredményeink az alsó tagozaton ebben az évben a következők voltak. A Jégvirág városi mesemondó versenyen első helyezettek Ábraham Lea Borka, első A, Fekete Csilla, második B osztályos tanuló. Második helyezettek Madarász Emese, második A, Molnár Attila, negyedik B, harmadik helyezettek Szabó Erika, első A, Madar Szilvia Nóra, harmadik A osztályos tanulók. A Csigabiga Palota városi mesemondó versenyen első helyezettek Karácsonyi Tamara, negyedik B, második helyezettek Újvárosi Regina, első A, Fekete Csilla, második B, Szakály Dóra, negyedik A osztályos tanulók. A Kovács városi helyesíró versenyen első helyezett Pandur László, második A, második helyezett Fekete Csilla, második B, Szabó Szonya, harmadik B, és Éliás László, negyedik B osztályos tanulók. A Györfi városi olvasóversenyen első helyezettek Győri Péter, második A, Éliás László, negyedik B, második helyezettek Péter Gréta, harmadik A, Kecskés Redmond, negyedik B osztályos tanulók. A Kiskulcsos városi környezetismereti versenyen második helyezést ért el Szabó Rita, negyedik A osztályos tanuló. Az alapműveleti matematika versenyen Kecskés Redmond, negyedik A osztályos tanuló, a körzeti fordulón második helyezést, a megyei fordulón pedig ötödik helyezést ért el. A Tiszaföldvári megyei angol nyelvi versenyen Éliás László, negyedik B osztályos tanuló, negyedik helyezést ért el. A Küri környezetvédelmi emlékversenyen, ahová az országos döntőbe is bejutott a harmadik A osztálynak a csapat tagjai a következők voltak. Madar Szilvia, Törzsök Hanna, Varga Károly. A Bendegúz, a Tekitotó, a honismereti levelező versenyeken sok-sok tanuló kiváló eredményt ért el. A tanévben számos képzőművészeti pályázaton versenyen vettek részt alsó tagozatos tanulóink. Ezek közül a legkiemelkedőbb eredményeink a következők voltak. Veled egy új képes bibliát alkotunk a Szent Pál Marista Általános Iskola városi rajzversenyén. Első helyezést ért el Duka Zsuzsanna Ida, második B osztályos tanuló, második helyezést ért el Tőkés Zsolt, első A osztályos tanuló, és Kerekes Boglárka, negyedik B osztályos tanuló. Harmadik helyezést ért el Kovács Réka, a második A osztályból. Biztonságos közlekedés gyermekszemmel rajzpályázat megyei díjazottjai, Kecskés Redmond, negyedik A osztályos tanuló, második helyezést, Kerekes Boglárka, negyedik B osztályos tanuló, harmadik helyezést, Karsai Patrik, első A osztályos tanuló, külön díjat, Székely Evelin, harmadik B osztályos tanuló is külön díjat kapott. A KPSZTI Szent Márton évben meghirdetett hagyományőrző pályázatán országos második helyezést ért el a Györfi Bokréták néptánc csoport. A néptánc csoportnak a tagjai Fülöp Petra, Kovács Réka, Madarász Emese, Márki Réka, Nagy Emese, Saliga Napsugár, Ferenci Levente, Pandur László, Szegedi Mátyás és Vas Gábor György másodikos tanulók. A Parafrázis 2016 országos festészeti verseny döntőjébe jutott művész palántánk Szabó Rita, negyedik A osztályos tanuló, akinek remek munkái a Középpontban a szín címmel rendezett városi képzőművészeti kiállításon is szerepeltek.
Iskolán kívül több különböző városi sportszakosztályban sportolnak iskolánk tanulói. Nagyon kedvelt a birkózás, kosárlabda, szivacskézilabda, úszás, foci, több városi, megyei, országos versenyen is sikeresen szerepeltek. Köszönjük szakedzőik munkáját! Az alsó tagozatos tanulóink az iskolát az Atlétika Diákolimpia városi és megyei fordulóin képviselték igen szép eredménnyel. A harmadik-negyedik osztályos fiúcsapatunk városi második helyezett lett. A csapat tagjai Králik Zoltán 3. B, Cinka Milán 3. A, Varga Károly 3. A, Borús Attila 4. A, Kasuba Levente 4. A, Balogh Bence Zsigmond 4. B, Gál Miklós 4. B, Stupinski Péter 4. B osztályos tanulók. Ezen a versenyen egyéni összetett városi első helyezést ért el Stupinski Péter 4. B osztályos tanulónk, aki a megyei döntőben remekül helytállt és 7. helyezett lett. Az Atlétika Diákolimpia városi harmadik helyen végzett Diákolimpián városi harmadik helyen végzett a harmadik negyedik osztályos lánycsapatunk. A csapat tagjai Balajti Boglárka 3. A, Kálmán Nagy Csenge 3. A, Madar Szilvia 3. A, Íjés Réka 4. A, Szabó Rita 4. A, Kerekes Boglárka 4. B osztályos tanulónk. A tanévben végzett kiemelkedő tehetséggondozó munkáját szeretnénk megköszönni alsó tagozatos pedagógusainknak. Az első év folyamon Boldizsár Istvánné, Szabó Edit, Décsei Elzsébet, Miklósi Krisztián. A második év folyamon Bereckiné Nagy Elzsébet, Szakályné Kollát Emese, Nagyszentesi Anikó, Takács Nikoletta. A harmadik év folyamon Baláné Eskovács Anikó, Csinátné Bakó Éva, Por László. A negyedik év folyamon Káposztási Nóra, Pallagi Bernadett, Erős Edit és Török Attila, valamint Farkas Lajosné és Oroszné Millinkon-Ferita pedagógusok. Köszönöm szépen a pedagógusoknak és a szülőknek az áldozatos munkáját és segítségét. És most kérlek benneteket, kedves gyerekek, hogy egy nagy tapssal köszöntsük az előbb felsorolt tanulókat. A felső tagozaton is nagyon szép eredmények születtek versenyzés terén. A Jedlik Ányos matfiz versenyen Kun László Ákos 6. B osztályos tanuló regionális első díj, országos harmadik díjban részesült. Kovács Balázs 6. B osztályos tanuló regionális első díj, országos 5. díjban részesült. Kovács Gergely regionális második díjban részesült. Az országos birkózó bajnokságon Balajti Gábor 6. A osztályos tanuló az országos diákolimpián 3. helyezést ért el, az országos magyar bajnokságon 2. helyezést ért el. Az alapműveleti matematika versenyen Kovács Márton 5. B osztályos tanuló regionális első helyezést, Kovács Balázs 6. B osztályos tanuló regionális 4. helyezést, Józsa Szabolcs 7. A osztályos tanuló regionális első helyezést, megyei fordulón 3. helyezést ért el. Sánta László 7. B osztályos tanuló regionális 2. helyezést, a megyei fordulón pedig 5. helyezést ért el. A nemzetközi kenguru matematika versenyen a legjobb helyezést Kun László Ákos 6. B osztályos tanulónk érte el, megyei 10. helyezést. A katolikus iskolák országos Dugonics András matematika versenyén sikeresen szerepeltek tanulóink. A Küri matematika emlékversenyen Mihály Kata 5. B osztályból területi 2. helyezést ért el, Gerák Hanna Evelin az 5. B osztályból területi 3. helyezést ért el. A Molnár Anna matematika versenyen a legszebben szerepeltek Józsa Szabolcs 7. A osztályos tanuló első helyezést ért el, Mihály Kata 5. B osztályos tanuló 3. helyezést ért el. A Fizika Plusz megyei versenyen Sánta László 7. B osztályos tanulónk 10. helyezést ért el. Auner Kinga 6. B osztályos tanulónk 14. helyezést ért el. A Kán Károly természet és környezetismereti verseny megyei döntőjén Kovács Balázs 6. B 3. helyezés, Kun László Ákos 6. B 4. helyezés,
és Kovács Gergely 6. B. 6. helyezést ért el. Az Ádor és Ágota biológia verseny megyei döntőjén Kis Gergő a 7. A-ból 7. helyezést, Józsa Szabolcs a 7. A-ból 4. helyezést, Juhász Balázs a 7. B-ből 14. helyezést ért el. Az első segélynyújtó verseny megyei döntőjén csapatunk 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Bakó Bence, Lázók István 7. A-osztályos tanulók, Sánta László 7. B-osztályos tanuló, Szűcs Adrien, Raffai Bettina 6. A-osztályos tanuló. A Teleki Pál országos földrajz föltanverseny megyei döntőjén Sánta László 7. B-osztályos tanuló 2. helyezést, Fazekas Bence 7. B-osztályos tanuló 6. helyezést ért el. A Szép Magyar Beszéd megyei fordulóján Auner Kinga 6. B-osztályos tanuló 2. helyezést, Molnár Petra 7. B-osztályos tanuló 3. helyezést ért el. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny megyei fordulóján Magyar Enikő 8. A-osztályos tanuló 6. helyezést, Mihály Panna 7. B-osztályos tanuló 6. helyezést ért el. A Történelem tanulmányi verseny megyei fordulóján Ugrai Krisztina 8. A-osztályos tanuló 16. helyezést ért el. A Hevesi György megyei kémia versenyen Vajó Gergely 8. B-osztályos tanuló 4. helyezést ért el. A Tiszaföldvári megyei angol nyelvi versenyen Szakács Bence 6. B-osztályos tanuló 2. helyezést, Kovács Balázs 6. B-osztályos tanuló 6. helyezést, Dobos Levente 5. A-osztályos tanuló 8. helyezést, Magyar Enikő 8. A-osztályos tanuló ugyancsak 8. helyezést ért el. Az English is Fun kistérségi angol nyelvi versenyen Dobos Levente 5. A-osztályos tanuló 1. helyezést, Kis György Zétény 6. B-osztályos tanuló 1. helyezést, Csénémet Csaba 8. B-osztályos tanuló 1. helyezést, és Magyar Enikő 8. A-osztályos tanuló 3. helyezést ért el. A Györfi helytörténeti pályázaton kiemelt arany minősítést kapott Kun László Ákos 6. B-osztályos tanuló dolgozata, aranyminősítésben részesült Kovács Kira 8. A-osztály, Kövesi Zorka 7. B-osztály, Kun Alexandra 7. B-osztály és Nagyfejő Flórián 6. B-osztályos tanulók pályamunkái. A megyei népdaléneklő versenyen Esznagy Nóra Janka 7. B-osztályos tanulónk külön díjat kapott. A katolikus iskolák közötti rajzversenyen Tóth Nikolett Tamara 7. B-osztályos tanuló elismerő oklevélben részesült. A megyei úszóversenyen Pandur Petra 5. A-osztályos tanuló, Kovács Gergely 6. B-osztályos tanuló, Kun László Ákos 6. B-osztályos tanuló 3. helyezést értek el. Kalsai Márk 8. A-osztályos tanuló egy 2. és egy 3. hellyel büszkélkedhet. Az úszóváltó csapata 2. helyezést ért el. Kalsai Márk 8. A, Nagy Ákos 7. B, Nagy Lajos 7. B és Fazekas Bence 7. B-osztályos tanulók voltak a csapat tagjai. A 4x50 méteres fiú gyorsváltó megyei versenyen 3. helyezést értünk el. A csapat tagjai Kis Milán 6. B, Kovács Gergely 6. B, Kun László Ákos 6. B és Balog Róbert 6. A-osztályos tanulók voltak a csapatnak a tagjai. Gratulálok minden tanulónak az elért eredményéhez, köszönöm a szülők támogatását, és gratulálok és megköszönöm lelkiismeretes felkészítő munkáját a pedagógusainknak. Andor László Istvánnénak, Birizló Csaba Szabolcsnak, Bukszár Évának, Kisné Csomborni Szilviának, Kovácsné Kun Eszternek, Kun László Attilának, Makula Ibolyának, Pardi Károlynénak, Posztósné Gyarmati Évának, Rusóiné Szabó Magdolnának, Szabó Andrea Évának, Vas György Jánosnak és Vicián Nikolettának. Kedves gyerekek, most kérlek benneteket, hogy egy nagy tapssal köszöntsük a felső tagozatos versenyeket. Nektek tartozom a sok érdekes program megszervezéséért a diák önkormányzat tagjainak és segítő pedagógusainak.
Szakályné Kollát Emesének és Rusóiné Szabó Magdolnának. Új tartalommal bővült a Györfi Napok rendezvénysorozat. A Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány és a Szülői Munkaközösség az idén is támogatta iskolánkat. Jól sikerült alapítványi bált szervezet, melynek bevétele 900 ezer forint. Megköszönöm a bál fő szervezőinek, az alapítvány elnökének, Szakályné Kollát Emesének és Szabóné Fábián Évának a munkáját. Sokat kirándultunk az idén. Szeretném megemlíteni a hetedikesek határtalanul kirándulását, melynek keretében bebaragolták Erdély csodálatos tájait. Eljutottak Karcak testvérvárosába, Székelykeresztúrra. Közös programot szerveztek testvériskolánk hetedikeseivel. Köszönet a kísérőiknek. Egy iskolai delegáció utazhatott Székelykeresztúrra, testvériskolánk jubileumi évfordulójára. Szeretném megköszönni Karcagváros önkormányzatának a támogatását. A legtöbb ötös szerző tanulóink Máriapócson, Nyírbátorban és Nyíregyházán jártak az elmúlt héten. A napokban zajlik a Mókaland nyári napközi, amely két héten át ad élményekben gazdag, változatos programokat a résztvevő gyerekeknek, Borsosné Herceg Judit igazgatóhelyettes irányításával. Két nyári táborunk lesz az idén, Dégen és Egerben, az alapítványok szervezésében. Kívánok jó időt és hasznos időtöltést! Szeretnék köszönetet mondani az egész éves munkájáért közvetlen munkatársaimnak, Zsolt atyának, az igazgatóhelyetteseimnek, a munkaközösség vezetőnek, a szülői munkaközösség elnökének, kollégáimnak, a technikai dolgozóknak, a szülőknek, köszönöm Karcagváros önkormányzatának és az egyházközségnek a támogatását. Kedves tanulók és kollégák! Kívánok a nyárra aktív pihenést, szellemileg, lelkileg és testileg egyaránt. Kérlek benneteket, vigyázzatok magatokra, hogy együtt kezdhessük a tanévet szeptember 1-én, épségben és egészségben. A 2015-16-os tanévet bezárom. Farkas Fanni, 8. B-osztályos tanuló, Reményik Sándor versével búcsúzik a tanévtől, az iskolától. Felkészítő pedagógus Posztósné, Gyarmati Éva tanárnő. Reményik Sándor, templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútokra áll, de nincsen, aki köztetek e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ad, ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. S gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. E templom s iskola között futkostam én is egykoron, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermekhomlokom. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát, ne hagyjátok a templomot s az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmennek is van joga, Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajángatják templomul az út szélét s az égbolt sátorát, ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek, kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe biztatás vagy vád, ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Kedves vendégeink és tanulóink! Örömmel jelentem be, hogy vannak olyan ballagó tanulóink, akik 8 éven át minden tanév végén kitűnő bizonyítványt vehettek át a tanévzáró ünnepségeken. Kitartó és kiváló tanulmányi munkájukért, példamutató szorgalmukért, magatartásukért az intézmény díszoklevelet adományoz nekik. A díszoklevelek átadására felkérem Kovács Miklósné igazgatónőt. A 2015-2016-os tanévben a Györfi István Katolikus Általános Iskola díszoklevelet adományoz a következő tanulóknak. Kovács Kira, 8. A osztályos tanuló.
Magyar Enikő, 8. A-osztályos tanuló. Ugrai Krisztina, 8. A-osztályos tanuló. Sok szeretettel gratulálunk a példaértékű teljesítményetekhez, további szép sikereket kívánunk a középiskolai tanulmányaitokhoz is. Tájékoztatom az ünnepség résztvevőit, hogy Magyar Enikő 8. A-osztályos tanulónk dr. Ternyák Csaba érsek úrtól érseki elismerő oklevelet vehetett át az Egri Bazilikában. Gratulálunk és büszkék vagyunk az első kitüntetett diákunkra. Kedves vendégeink, kedves tanulóink! A Győrfi István Katolikus Általános Iskola megbecsüli és nagyra értékeli azokat a tanulókat, akik egész éven át szorgalmasan dolgoztak, és kitűnő tanulmányi eredményt értek el az év végére. Kitűnő tanulóink tanévzáró ünnepségünkön az iskola vezetőjétől, Kovács Miklósné igazgatónőtől vehetik át bizonyítványokat, az intézmény által ajándékozott könyvet és oklevelet pedig osztályfőnökeiktől kapják meg. Kérem azokat a tanulókat, akik a nevüket hallják, fáradjanak ki a bizonyítványaikért igazgatónőhöz. Megkérem kedves vendégeinket és tanulóinkat, hogy a jól érthetőség és az idővel való gazdálkodás miatt tagozatonként gratuláljunk tapssal a kitűnő tanulóknak. Köszönöm. 2015-16-os tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el az alsó tagozatból. Ábrahám Lea Borka. Megkérem kedves vendégeinket, hogy a tagozat végén jutalmazzuk tapssal a kitűnő tanulókat. Budai Szintia Vanessa. Cinka Dominik, Darabos Lehel, Duka Vivien Gyöngyvirág, Karsai Patrik, Nagy Attila, Nagy Zalán, Rózsa Sándor, Szecsei Zoltán, Tőkés Zsolt, Újvárosi Regina, Fekete Tibor, Kercsó László, Kovács Krisztián, Kovács Luisa, Kovács Vivien Boglárka, Lacik Boglárka, Mészáros Nikolett, Pányi László, Sós Réka, Szabó Dorina, Varjó Milán Antal, Varga Dominik, Vászon Vivien. Ferenci Levente, Győri Péter, Ijés Péter, Kovács Réka, Madarász Emese, Márki Réka, Emese, Pandúr László, Saliga Napsugár, Vas Gábor György, Fekete Csilla,
Pintér Dóra Emese. Kálmán Nagy Csenge. Kovács Luca. Madár Szilvia Nóra. Szabó Krisztina Éva. Esznagy János Gábor. Tóth Vilmos. Törzsök Hanna. Újvárosi Dorina. Szabó Szonya. Baranyai Dorka. Íjés Réka. Jaros Laura. Karcagi Nagy Dávid Zoltán. Kecskés Redmond. Kun Gergő Ádám. Magyar Antónia. Magyar Márton. Molnár Attila. Nagy Zsófia. Sós Eszter. Szabó Rita. Szentesi Laura. Szűcs Anna. Tóth Levente. Éliás László. Kerekes Boglárka és Takács Evelin. Sok szeretettel gratulálunk az alsó tagozatos kitűnő tanulóinknak és szüleiknek. További sikeres tanulmányi munkát kívánunk. A 2015-16-os tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el a felső tagozaton a következő tanulók. Dobos Levente. Kántor Boglárka. Kardos Panna. Kis Szabolcs Márk. Nagy Noémi. Pandúr Petra. Gerák Hanna Evelin. Kovács Márton. Kun Fanni. Lajtos Adél Sára. Mihály Kata. Paksi Sándor. Varga Kata. Simon Máté Pál. Simon Csilla Kincső. Auner Kinga. Kun László Ákos. Szél Dávid. Kovács Gergely. Kovács Balázs. Józsa Szabolcs. Kis Gergő. Agócs Laura. Juhász Balázs. Mihály Panna. Sánta László. Pesti Kitti. Kovács Kira. Krész Gabriella. Magyar Enikő. Ugrai Krisztina. Csé Németh Csaba. Farkas Panni.
Kírják Kitti, Vajó Andrea és Vajó Gergely. Sok szeretettel gratulálunk a felső tagozatos kitűnő tanulóinknak és szüleiknek. Kitűnő tanulóinkat az iskolánk növendékeiből álló magánének tanszak köszönti a Szeretet nem fogy el sosem című dalával. Felkészítő Házi Sárai Mária tanárnő. Sok mindent elérhet, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mely mindent elhordoz, ha kell, csak véget elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked. Mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet, mely mindent elhordoz, ha kell, sok véget elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életem, mindent elvisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életem, mindent elvisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér. Ha nem vagy terve indulattal, gyűlölettel és haraggal, a szeretet megtalál, bárhol is legyél. Csak nyisd ki a szíved és vízz benne, ne félj. Megváltozhat az életed úgy, ahogy nem is képzeled. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Vendégeink, tanulóink, a városi kitüntetések átadására kerül sor. A Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete Karcag Város kultúrájáért díjat adományoz a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka kulturális tevékenység elismeréseként 2016-ban iskolánkban Bereckiné Nagy Erzsébet pedagógusnak. A díjat átadja Dobos László polgármester úr, a díjazott pedagógus méltatására felkérem Kovács Miklósné igazgatónőt. A díjazottat virágcsokorral köszönti Molnár Pál önkormányzati képviselő úr, az iskolaszék elnöke. Bereckiné Nagy Erzsébet tanítónő közel 40 éves pedagógiai pályáját az eredményes munkára való törekvés jellemzi.
évtizedek óta első-második osztályos gyermekeket tanít. Nevelő-oktató munkáját az igényesség, következetesség, eredményesség jellemzi. Tanítványait sikeresen készíti fel a 6-10 éves korosztály számára meghirdetett tanulmányi, kulturális és művészeti versenyekre, ahol eredményesen szerepelnek. Pedagógiai munkája mellett a zene iránti szeretete örök. Kimagasló zenei műveltséggel rendelkezik, melyet a Karcagi Szimfonikus Zenekar hegedűseként évtizedek óta kamatoztat. Számos városi, országos, nemzetközi hangverseny résztvevőjeként, zenekari tagként elismert művészeti tevékenységet folytat, Karcagváros kultúráját képviseli. A pedagógus pályán eltöltött közel 40 évnyi munkaviszonnyal nyugdíjba vonulásra készül. Sokoldalú, az iskola és a város érdekében végzett színvonalas tevékenysége elismeréseként kapja a Karcagváros kultúrájáért díjat. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Jó Tanuló, Jó Sportoló díjat adományozza Vajó Gergely 8. B osztályos tanulónak az általános iskolai tanulmányok során elért kiemelkedő tanulmányi és sportolói tevékenységéért. A díjat átadja Dobos László polgármester úr, díjazott tanulónkat méltatja Kovács Miklósné igazgatónő. A díjazottat virágcsokorral köszönti Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony. Vajó Gergely a Györfi István Katolikus Általános Iskola 8. B-osztályos tanulója. Kitűnő és jeles tanulmányi eredményeivel az osztály legjobb tanulója. A tanulás mellett más iskolai feladatokban is kiveszi részét. Évek óta tantárgyi versenyeken jó eredményeket ért el, kiemelkedő a kitartása, a segítségnyújtása társainak. Megbízható, határozott személyiség. Mindenki számíthat rá. Már 5. osztályos kora óta kiemelkedően kosarazik. Számos versenyen, egyéni és csoportos szinten kimagaslóan teljesít. Eredményeivel számos osztályfőnöki, szaktanári és igazgatói dicséretet is kiérdemelt. A tanulmányi munkában és a sportban mutatott szorgalmáért, kitartásáért, küzdeni tudásáért, eredményeiért kapja a Karcagváros Jó Tanulója, Jó Sportoló díjat. Gratulálunk! Kedves vendégeink, tanulóink, iskolai díjak, kitüntetések átadására kerül sor. Kedves vendégeink, kedves tanulóink, kedves kollégáim! Az iskoláért emlékplakett átadása következik. A Györfi István Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete és Györfi Sándor érdemes művész az iskola fennállásának 275. évfordulója alkalmából a tanítók és tanárok jutalmazására iskoláért emlékplakettet alapított. Tanév végén azon pedagógusok munkáját ismerjük el ezzel az emlékplakettel, akik az alapító okiratban megfogalmazott elvárásoknak megfelelnek, s legalább 10 éve az intézményben tanítanak. Ezen az ünnepségen a kuratórium döntése alapján a tanulókért végzett eredményes nevelő-oktató munkájáért, az iskola hagyományainak ápolásáért és a Györfi István Katolikus Általános Iskolánál eddig eltöltött éveiért Borsosné Herceg Judit tanító
igazgatóhelyettes, közoktatási szakértő veheti át az iskoláért emlékplakettet. Kérem, fáradjon ki! A díj és az elismerő oklevél átadására megkérem Pánti Ildikó képviselőasszonyt és Gulyás Zsolt plébános urat. A díjazottat virággal köszönti Molnár Pál önkormányzati képviselő úr. Borsosné Herceg Judit, a Györfi István Katolikus Általános Iskola alsó tagozatának igazgatóhelyettese. Munkájára a változatos munkavégzés, sokrétűség, dinamizmus, a tökéletességre való törekvés a jellemző. Szakmailag hiteles tanító, aki az alsó tagozat irányítását legjobb tudása szerint végzi. Fiatalabb kollégáit szakmai tanácsokkal önzetlenül segíti. Kiváló szervező és együttműködő képességét az iskola érdekében a napi munka megszervezésében kamatoztatja. A Györfi István Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete az iskola iránti elkötelezettségéért, lelkiismeretes, odaadó munkájáért, az iskoláért emlékplakettet ebben az évben Borsosné Herceg Judit igazgatóhelyettesnek ítélte. Gratulálunk neki! Tanulói díjak átadása következik. A Györfi Vándor Kupa díj átadására kerül sor. 1999-ben, 17 évvel ezelőtt dr. Farkas Béla és felesége dr. Juhász Zsuzsanna az iskola iránti elkötelezettségéből adódóan alapították e díjat. Az alapító okiratban megfogalmazottak szerint Györfi István Általános Iskolában folytatott kiemelkedő tanulmányi és sportolói tevékenységéért ítélhető oda évente más-más tanulónak. A Györfi Vándorkupa a kuratórium döntése alapján ebben az évben Bajó Gergely 8. B-osztályos tanulóhoz kerül. A kupát és a verejáró elismerő oklevelet Kun László testnevelő tanár adja át. Kérem, fáradjanak ki! A Györfi István Katolikus Általános Iskola diákönkormányza által alapított iskoláért Vándorkupa díjat a nevelőtestület 2015-2016-os tanévben Lazányi Bernadett 8. A-osztályos tanulónak ítélte. A Györfi István Katolikus Általános Iskola diákönkormányzat gyermekvezetőjeként több éven át végzett lelkiismeretes közösségi munkájáért. A Vándorkupát és a kupához járó elismerő oklevelet Russoiné Szabó Magdolna diákönkormányzatot segítő pedagógus adja át. Kérem, fáradjanak ki! Pedagógusokat és tanulókat Magyar Enikő 8. A-osztályos tanuló köszönti fuvola előadásával. Kérem, fogadjátok szeretettel.
Intézményünkben emelt szintű angol nyelvoktatásban részesülnek tanulóink. Évről évre örömmel számolunk be nem csak a kiemelkedő versenyeredményekről, hanem a nyelvvizsgákon elért szép eredményekről is. A sikeres nyelvvizsgát tett tanulóinkat a Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány könyvjutalomban és oklevélben részesíti. A jutalmak átadására felkérem Kovács Miklósné igazgatónőt és Zsolt atyát, intézményünk lelkivezetőjét. A 2015-2016-os tanévben jutalomban részesülnek a következő tanulók. Magyar Enikő 8. A osztályos tanuló komplex C-típusú középfokú nyelvvizsgájáért. Kérlek, Enikő, fáradj ki! Kovács Kira, 8. A osztályos tanuló, A-típusú szóbeli középfokú nyelvvizsgájáért. Csénémet Csaba, 8. B osztályos tanuló, C-típusú középfokú nyelvvizsgájáért, A-típusú szóbeli felsőfokú nyelvvizsgájáért. Szívből gratulálunk a díjazottaknak, további sikeres tanulmányokat kívánunk. Kedves vendégeink, tanulóink! Ettől a tanévtől kezdve szeretnénk hagyományt teremteni, és minden tanévzárón megköszönni azoknak a szülőknek a segítő munkáját, akik 8 esztendőn keresztül támogatták iskolánkat a szülői munkaközösség tagjaiként. Aktív szervező munkájukkal hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez. Elismerő oklevelet ad át köszönetünk és hálánk jeléül Kovács Miklósné igazgatónő a következő szülőknek. Szodorainé Főző Mária szülőnek. Sípos Erika szülőnek. Pekár Imréné szülőnek. Pető Ibolya szülőnek. Köszönjük lelkiismeretes munkájukat. Tisztelettel szeretnénk megköszönni az egész éves támogató, segítő és szervező munkáját Gulyás Zsolt atyának, iskolánk lelkivezetőjének. Szeretettel köszönjük meg Varga Istvánné Mancika néni odaadó munkáját, mellyel támogatta iskolánkat az egész tanév folyamán. Kedves vendégeink! Tanévzáró ünnepségünkön Farkas Dorina 5. A osztályos tanuló előadásában következik Andók Veronika Vakáció című verse. Felkészítő Kovácsné Kun Eszter tanárnő. Andók Veronika Vakáció. Láttam a napot, súgta a szélnek. Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg, a táblán virul egy szó, csupa színbetűkkel, vakáció. 2 hónap napfény vár ránk a nyárban, kószálunk vígan, viruló tájban. Hűsítő tavakra, strandokra járunk, nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.
tekergünk sokat, nem riaszt felhő, csalogat mező, hívogat erdő, aranykalász közt, pipacsok égnek, kék búzavirág suttog a szélnek, távol a gyors vonat füttye után, kaláccsal, cukorral nagymama vár. Játszani, nyaralni, élni de jó, szeretünk, szeretünk, vakáció. A magánének tanszak növendékei tanácsot adnak mindannyiunknak a nyárra. Daluk címe, legyetek jók, ha tudtok. Kedves vendégeink, kedves tanulóink, tanévzáró ünnepségünk véget ért. Kérem, kérem, énekeljük el a szózatot. Böcsön. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték intézményünket, tanulóinkat.